Nagy kihívást jelent a közlekedés számára a havazás. Attól függetlenül, hogy a nagyobb utak járhatóak, érdemes továbbra is figyelni a sebességre és a követési távolságra is. Szerintem annyi akkora hó nincsen, úgyhogy gondolom, hogy hogy hívják, akinek van téli gumia, téli felszerelés, szerintem ez még nem olyan veszélyes. Mire kell leginkább itt odafigyelni most? Hát talán a hajtásra, gondolom, hogy lassabban kell közlekedni, és akkor nem történik nagyobb baj. Vozila se kreću otežano s obzirom da ulice nisu očišćene i da je sneg iznenadio, ja mislim, opet službe koje se bave čišćenjem. Kada su zimski uslovi i kada ima snega na kolovozu, kada je klizavo i niske temperature ispod 0 stepeni, naravno da se mora biti pažljiv i oprezno voziti jer uvek preti opasnost od proklizavanja, sletanja sa puta, tako da ukoliko se pazi, može naravno da se vozi i normalno. Cele ove godine do sada je bilo bukvalno prolećno i letno vreme, tako da od sada iznenađujuće što je sneg pao za Božić, ali se nadam da će nadležne službe smoći snage da pravovremeno reaguju i da nam omoguće da nesmetano idemo. A korábbi évekhez hasonlóan a havazás okozta legnagyobb közlekedési probléma a Fruska-Gorán és környékén merült fel. A déli órákban egy teherautó felborult az Ürögi hágó felé vezető úton, több órán át szünetelt a forgalom. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint szerdától már napos idő várható, amit csak helyenként zavar meg némi felhőzet. A hét második felében is kitart a szép idő, de a hőmérséklet csúcsértéke még a legmelegebb órákban is 0 fok körül alakul.